Curtis neje szerint a rapper nem becsülte őt eléggé. Bár egyik fél sem nyilatkozik, Christy lelkjai a közösség oldalán sokat mondóak. Az elhagyott feleség minden olyan kommentet kedvel, ami arról szól, hogy Curtis nem becsülte meg őt, és borzasztó, amit tesz vele. Bár Curtis és felesége Christy igyekeznek a nyilvánosság előtt példaértékűen viselkedni, míg a válásuk kellős közepén is és a szakítás ellenére is jóban maradtak, azért a csontvázak szép lassan kikiesnek a szekrényből. Kezdődött azzal, hogy a napokban kiderült, Curtis már tovább is lépett egy évig tartó házasságán, és a válogatott kosárlabdázóval Barna Judittal kezdett kapcsolatba. A románcról a Best rántotta le a leplet, és lefényképezték, ahogy az úldönsült pár reggel kézen fogva hagyja el a rapper lakását. A csinos édesanyja közösségi oldalán záporoznak a támogató kommentek, ahol Christy egy-egy lájkja beszédesebb minden szónál, ugyanis követői olyan feltevéseire reagált és kedvelte, amelyek sokat sejtetőek. Nagyon csinni vagy, nem is értem ezt a Curtist, hogy nem tud megbecsülni egy ilyen nőt. Nagyon szépen neveled Doncsit is, látszik, hogy egy kiegyensúlyozott kisgyerek. Nem csak hogy jó anyuka, hanem szuper felesége is voltál Curtisnek. Nem becsült meg. Nagyon csinos vagy, a kisfiad tünemény. Ez a legfontosabb. Borzasztó, amit az apja művel. Nem is mérlegeli, mit veszített. Ilyen és ehhez hasonló hozzászólások tömkelege érkezik Christy egyik képe alá, a kommenteket pedig az anyuka mind helyeselve lájkolta. Christy csendes, ám beszédes reakciójából, lájkjaiból, tehát egyértelműen kihallatszik, csalódott a rapperben, s úgy érzi, Curtis nem becsülte meg őt eléggé. De le a kalappal az édesanyja előtt, aki a történtek után is pozitívan áll férjéhez, és kisfiúkkal Doncsival közösen drukkol, és nézi a rapper Starban Star nyújtotta alakítását. A gesztus Christy vasárnapi Insta sztoriából derült ki, ahol a nőre mázolt apukáját mutogatta Doncsinak. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.